Sziasztok! Őrítő hangok a motortérből. Megint egy különlegesség, egy Ford Mondeo, és annak is egy 2.5T változata, megint a Volvo motor, az egyik legjobb, mondhatni, hogy Ford motor, vagy illetve Volvo motor, ami Fordba volt, S-Max-ba láttátok, de most elérkezett a Mondeo ideje, meg kellett mutassam Mondeóba is ezt a motort, mert természetesen nem csak az S-Max-nak, hanem a Mondeónak is ez az egyik legjobb motorja. Ez egy kifejezetten szép autó, egy ötajtós, teljes felszereltséggel rendelkező Mondeo, gyönyörűek ezek a titánium felnik, gyönyörű ez a kicsit zöldes, szürkés szín, fenomenális benne a bőr, meg hát ez egy, mondhatni, egy luxus autó. Tehát milyen csodálatos ez a bőr. Azt itt ember még nem ült. Tehát, hogy iszonyatos finom bőr, iszonyatos minőségi belső, mindezt megkapjuk egy Mondeóba, úgymond egy hétköznapi autóba kapunk egy nagyon nagy luxust, hatalmas csomagtérrel. Nem is tudom hány liter, óriási. Tehát nyilván ez az ötajtós verzió, ebbe bármi befér ebbe az ötajtós verzióba. Hatalmas maga a nyílása, nézzétek meg milyen magasra fölnyílik. Ezáltal egy ilyen nagyon szép kupés tetőíve van az autónak. Próbálok hátrébb menni, csak nem nehéz. Nehéz ennyi autó között, de talán így nem is látszik. Hogy csukjam be az ajtókat, aztán majd kinyitjuk. Tehát, hogy gyönyörű ez a kupés tetőív. Nagyon jól néz ki a 2.5 felirat, nagyon jó ez a felni, ez a szín is csodás. Tehát ennél jobb Mondeót nem nagyon tudok. Nagyon kevés kilométer is van benne, de akkor már nézzük meg az adatokat is. Ha itt járunk, természetesen a Corrado Car-ba vagyunk, 16. kerületben Budapest György utca 29-31 alatt, és ugye ez egy 2.5-ös titánium, egy 2007-es autó, és ezt már nem sokáig gyártották innentől, tehát nagyon kevés van már igazából, sőt Magyarországon ebből a motorverzióból nagyon-nagyon kevés van. Ugye ez a 2521 köbcentis Volvo motor 220 lóerővel és mindössze 136 ezer kilométerrel, ami ennek a motornak szinte semmi. Beszéltem az előző S-Max-os videóban erről a motorról, hogy konkrétan akár még az 1 millió kilométert is simán meg tudja futni az autó ezzel a motorral. Tehát ennél jobb motor sem az S-Max-ban, sem a Mondeóban nem volt. Ez gyakorlatilag a Volvo S80-asnak, hogy a 2.5-ös motorja. Persze a Volvo-nál többféle verzióban volt. Itt a Fordhoz 220 lőrővel érkezett, az S-Max-ba is, és természetesen a Mondeóba is, a kettő műszakilag teljesen ugyanaz, stílusilag van benne különbség, tehát nyilván ez egy elegánsabb autó, az meg ugye egy nagyobb busz. Látjuk, gyönyörű formája van a lámpáknak, ez iszonyat jól néz ki, láthattuk a James Bondba, készítettem egy 2 literes motorváltozatról is videót, ott ezt hangsúlyoztam, igazából, hogy a James Bond is ugye egyik filmjében ilyen autót vezetett. Nagy, tehát ez abszolút, tehát tényleg ez a James Bondos autó, mert ezzel aztán tényleg lehet üldözni úgymond a bűnözőket. Ezzel mindenkit lehet. Fullos az autó, tehát ülésfűtéstől kezdve digit klíma, navigáció, első-hátsó szélvédőfűtés, első-hátsó radar, nagyon minden van benne, és ami különlegessége, hogy van több dolog, ami szokott kopni a Mondeóknál, vagy szét szoktak esni. Például ezek nagyon szeretnek szétesni, ezek nagyon szeretnek megkopni, klíma is sokkal csúnyább szokott lenni, rádió is, így mindenféle, tehát itt vannak ilyen esztétika hibák szoktak lenni a Fordnál, ami ennél például modellnél például abszolút nem. Tehát megnézzétek a váltószoknyát, a váltógombot, minden, tehát minden teljesen originál, és minden teljesen gyári. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy nagyon kevés kilométer van az autóba.
és ez minden egyes sportcikáján érződik az autónak, hogy nagyon kevés kilométer van, és gyakorlatilag ennek az autónak ez teljesen, tehát semmi. Semmi. Tehát ennyi kilométernél ez a motor egyszerűen nem tud a baja lenni. Ez nem az a kényes turbós, mint a mostani turbós autók, az újabbak. Nem olyan, mint minden más manapság, hogy félni kell, hogy lánc, meg vezérlés, meg stb. Stb. Ezeknél még semmi nincsen. Tehát ez gyakorlatilag mondhatnám, hogy olyan megbízható, mint az előző Agoner, hisz előbb teszteltem a Agoner nyilvánti külön videóban, látjátok, de hogy egyikből ültem a másikba, és mondhatnám, hogy szinte ez egy egyik legmegbízhatóbb. Belül is tök szép. Ez is leszokott, fölszokott hólyagosodni, leszokott jönni. Nézzétek ezt a bőrnek a varrását, milyen gyönyörű. Gyönyörű kilincsek, szellőzőrostaiok a B-oszlopon, és így az egész. Én már le is feküdtem konkrétan, de ha már lefeküdtem, akkor nézzétek a tetőkárpitot. Ez mindegy új autó. Jaj, csak fölkelek. No, folytassuk, most a hülyeséget félre rakom. Szóval, és tényleg teljesen felszerelt, tehát a tempómattól kezdve minden benne van, és nézzétek meg, a vezetőülés szokott szétkopni, ezen még azon is semmi nincsen. Tehát, hogy tök szép állapotban van a bőr is. Valószínűleg ápolták, kímélték, meg hát nyilván a 136 ezer kilométer, ami még semmi. Tehát ez nagyon jó, hogy ezért az autóért viszonylag keveset kérnek. Egy ilyen állapotért szerintem sokkal-sokkal többet is lehetne kérni, hisz nézzétek, milyen szép minden egyes részlet. Még a hangszóró körül is ez a kis krómosság nagyon állatul néz ki. Valaki elkezdte a fabetétet le karbonfóliázni, amit valamilyen szinten meg is értek, ez a fabetét annyira nem, de hát ma már ez nagyon egyszerű, fölmentek az eBay-en, és gyakorlatilag 70 ezerért az egész középkonzolt szerelőkészlettel együtt ki lehet cserélni, és egy androidos, hatalmas, ilyen Tesla-s képernyőt lehet ide középre rendelni 70 ezerért, ami vezérli gyakorlatilag a klímát is, mindent, és így az egész betelítés iszonyat jól néz ki, mondom, ilyen Tesla-s, így ilyen nagy. Azt hiszem eBay-en láttam, vagy AliExpress-en, már nem is tudom. Nagyon állat, nagyon jól néz ki. Szóval a csomagtartó, meg aztán főleg nézzünk be a csomagtartóba is, nézzük meg, hogy mit rejt. Tök szép állapot van a padlólemez mindenhol. Tehát természetesen rozsdától nem kell félni, ennél az autónál nem jellemző, nincsen rozsda ezeken az autókon, tök szép mindenhol az autó, nem kell félni ilyentől. Fékek is jó állapotban vannak, még jó téli gumik is, biztos van hozzá nyári gumi is, lehet, hogy még az is felnivel, ezt megmondom őszintén, nem tudom. Mivel fullos, ugye nagyon szép ez a krómbetét, még a kilincsre is jutott ilyen krómbetét. És mi mondtam itt is, tehát mindenhol teljesen kopásmentes, nagyon szép a belseje. Tehát karcmentes, gyakorlatilag teljesen originál az egész, úgyhogy meg ez is jól néz ki. És nagyon szép ez a felni. Krómos hűtőmaszk, természetesen mutatja, hogy a legmagasabb felszereltséggel van dolgunk. Nagyon jól néz ki a motorháztetőbe ez a kis vájat. Szerintem csupán esztétikailag semmi másra nem szolgál, viszont nagyon jól néz ki. No, én úgy gondolom, hogy akkor próbáljuk ki, megnéztük gyönyörű kívül-belül az autó, de úgyis a lényeg az, hogy kipróbáljuk ezt a bődületes 220 lóerőt egy ilyen szuper Mondeóba, úgyhogy akkor menjünk vele egy kört, nézzük meg, hogy mit tud ez a 2.5-ös motor a Mondeóban.
meg, hogy hogy indul a nagy motor. Kis öthengeres szupergép, és akkor menjünk is vele egy nagy kört. No, akkor tényleg induljunk el, tehát van 5 hengerünk, 2500 köbcentink, 220 lóerőnk, egy turbónk, egy fullos felszereltségű szintünk, titánium, mindenünk, és induljunk. Hú, a váltó milyen frankon klit, azt a mindenit. Nagyjátok? Tehát, hogy ennyit mozog. Tehát, 1, 2, 3, 4, iszonyat jó váltója van, és még azt elfelejtettem, hogy állítható futómű, komfort, normál és sport is van benne. Úgyhogy nagyon komoly gép, természetesen ülésfűtések, de hát az annyira engem nem érdekel. Úgyhogy visszafordítom a kamerát, és úgy adjunk a lovaknak. Nézzük meg, mit tud a gépezet. Gyönyörű hangja van, imádom. Tehát, hogy annyira szép hangja van. Gyönyörű hangja van ennek az öt hengernek, és nagy autó, de tök jó, még ilyen kis helyen is kiférünk. Most és tényleg az a jó ezeknek a kettőtös öt hengereseknek, hogy ezeknek nem szokott gondjuk lenni, tehát hogy tényleg nagyon megbízhatóak, maximálisan megbízhatóak tényleg, tehát ez iszonyat jó benne, automata ablakok, fűthető első szélvédő, tehát annyira finoman fut, olyan finom szerkezet, de mégis érezzük azt, hogy egy iszonyat nagy vasba ülünk, már motorszinten, tehát egy olyan gépezet dolgozik elől, ami azért nagyon sok autót meg tud szorongatni, iszonyat jó váltó van benne, és megmondom őszintén, ez az állítható csillapítás nagyon jó. Hát az S-Max-ban nincs ilyen, az messze nem rugózik így. Ez ilyen kicsit olyan tök frankon kiegyenlíti minden. Nagyon-nagyon állat. Nagyon kényelmes ez a komfort, mert mindjárt azért ki fogjuk próbálni sportba is, csak itt mondom, hogy annyira rosszak 16-ban az utak, hogy egyszerűen muszáj micsodába rakni. Itt az elején eldöntenétek, hogy mit szeretnétek. Nagyon finom a gép. És odalép, vaj, de mikor iszonyat. 5 henger turbó, tehát ez az egyik legjobb párosítás, amit el lehet képzelni. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy megyünk egyet, majd sípol a turbó, iszonyat jó. Aj. Gyerekek, ne vegyétek más motorral ezeket az autókat, se az S-Maxot, se ezt. Tudom, hogy a 2 literesről is jót mondtam, de ez más, higgyétek el, tehát ez a mennyország, ez az autó. Na, iszonyat jó. Megszólalt, kevés benzinünk van, de nem érdekel minket. Tankolunk, még ha nem is lehet sehol se kapni, akkor is tankolunk bele. Tehát ebbe öröm a tankolás. No, és akkor menjünk egyet komfortba. Aha, így ez érezzük, hogy komfortba ülünk. Most kíváncsi vagyok, átrakjuk sportba, hogy mennyire keményedik fel. Ugye ez mágneses lengés csillapítók vannak, és nagy, ú, de jól húz, iszonyat. Tehát ez a tipikus, ez az 1008 környék, ez az S-Max-ba is lehet érezni, ez az 1008-as fordulattól jön meg a turbónak, még az 5 hengeren fölül az ereje, és érezni amúgy, hogy váltott a futómű, kicsit
jobban érzünk minden buckát, de még bőven határon belül, úgymond. Ó, nem mentem be a körforgalomba, nem baj, majd visszafelé bemegyünk. Érezni, belemegyek egy gödörbe, de még egy sportban is nagyon-nagyon-nagyon szépen kivesalja ezeket a gödröket, tehát még sportban is tényleg nagyon állat. Hát, valami 3 millió, 2, 3 millió, 3-at kérnek ez az autóért, én úgy gondolom, hogy futva megéri. Csak megy a klíma. Kapcsoljuk ki, mert éreztem, hogy olyan hideg van. Azt fogjuk csinálni, hogy leteszteljem a futóművet komfortba, hogy van a Pólus Centernél egy ilyen bevezető út, és az a lehető legrosszabb szokott lenni. És bemegyünk ott, és kipróbáljuk, hogy milyen az az úton. Nagyon jó vezetni, az ülések elektromosak, mindenfele dőthető, dologatható, jobbra, balra, tényleg minden van az autónkban, nagyon kényelmesen ülünk, nagyon nagy erőtartalékunk van, és tényleg, tehát Fordba ülünk, de mégis egy luxus autó, és ezt ennyiért megkapni szerintem nagyon, nagyon barátságos. Köztudott, hogy maga a Fordnak, meg a Fordnak, meg a alapvetően a Mondeónak egy nagyon jó futóműve van. Ezt ugye megspécizik még ezzel a mágneses lengéscsillapítással. Itt van, tudnám, hogy miért van itt ilyen dugó. Jó lesz visszafelé. Nagyon állat. Nem is megyünk el a Pólusig, mert valamiért óriási dugó van. Bemegyünk ide az Ázsia Centerhez. Itt is dugó van. Atya, úr, Isten, hát miért van mindenhol dugó? Nagyon jó menni az autóval minden szempontban. Nézzük itt a körforgalmat már sportba. Nagyon frankon fogja tényleg, tehát. Bár én valószínűleg komfortba használnám. Át is nyomom komfortra. Én azért komfortba használnám. Nagyon kis patika autó. És itt tényleg minőségi anyagok vannak mindenhol. Jó a váltó, jó a motor. Típus hibája Mondeóknak, igazából már ami a Mondeóságból ered, az csak ez a középkonzoli kopás szokott lenni, azon kívül más nem nagyon jellemző a Fordokra. Itt xenonunk van, télen le tudjuk olvasztani az első szélvédőt, elsötétül a tükör, van benne riasztónk, tényleg minden van, tempomat, fedélzeti számítógép, tudunk lépkedni a menübe, ezerféle dolgot lehet megnézni, tehát tényleg mindent. Németre van állítva, hát lehet valóra állítani. Emlékeznék, de nem emlékszem, úgyhogy igazából nem is számít. Formation, mindegy, nem állítjuk át. Jó ez így. Szóval, aki akar egy tényleg egy erős autót, és tényleg élvezni akarja az utazást azok mellett, hogy van egy üzleti megjelenése, van egy nyilván egy családi megjelenése az autónak, viszont minőséget kap, és egy fölényt is kap egyben, egy olyan fölényt, amit kevés autó ad ennyi pénzért. Tényleg csak az kapja, aki ugyanilyen autót vezet, ugyanilyen S-Maxot, ugyanilyen
Ford Mondeo-t, tehát egyszerűen ez a legjobb, amit vehetünk, és az a konkrét példányt, ha nézzük, tehát ez egy makulátlan Mondeo. Tehát, hogyha hasonló autót akartok venni, vagy csak Mondeo-t, és még nem döntöttétek el, hogy 2.5-öset vesztek, vagy éppen 2 literesen gondolkoztak, vagy netalántán arra adjátok a fejeteket, hogy dízelt vesztek, akkor ne tegyétek, ne vegyetek dízelt, nem szabad, illetve szabad 2 literessel venni, azzal is kellemes az autó, de ezzel van meg az a fölény, az a iszonyat kellemesség, amit nem tud pótolni egy 2 literes. Tehát egy 2 literes soha nem lesz olyan, mint ez egyszerűen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a dugóba be is fejezem, mert ki tudja, hogy meddig fogok itt állni a dugóba. Úgyhogy sziasztok, gyertek ide a György utcába, vegyétek meg ezt a Mondeót, ezt a 2.5-ös Mondeót. Van belőle egy fekete is, az még nem találjátok meg a honlapon, vagy lehet, hogy mire a videó fölmegy, már fönt lesz. Úgyhogy több színbe is lehet választani, és tényleg az is hasonló szép állapotú. Én ezt a zöldet választottam, mert nekem nagyon tetszik ebbe a zöld színbe, és annyira fölényesen, annyira kényelmesen Ford, annyira jó, hogy ez nem lehet elmondani. Úgyhogy gyertek, vegyétek meg, én itt beállok itt a dugóba, haladok visszafelé, és sziasztok a következő videóig!